Sziasztok! Most azoknak szeretném megmutatni a vandákat, akik most ősz végén vásárolnak még. Leárasztam őket, ugyanis sajnos olyan helyen tartottuk őket, ahol már nem olyan szépek, mint az állapotban voltak, amikor megjöttek. Egy picit megsárgultak a levelek, és közelebb is megyünk hozzájuk, akkor egy picit recések lesznek. Na most ez a növény értékéből természetesen levon, de abból nem, hogyha megfelelő helyen lesznek tartva, akkor semmilyen probléma, utólag nem fogja érni őket. Majd mutatok itt mindjárt gyökereket is, tehát nagyon szépen hajtják sok helyen az új léggyökereket. Nézzünk itt is egyet mindjárt. Ez a pici vékonyítés, ez is egy új léggyöker, lenne itt alatta szintén. Megpróbálok olyat mutatni, ahol, ahol szépen látszódik is. Ezek például itt vadi új gyökerek szépen vannak hajtva. Most látszik jól is, hogy egész zöld. Szóval a lényeg az, hogy ha valaki most vásárol vandát, akkor számolnia kell azzal, hogy nem leggyönyörűbb növényeket kapja, viszont a törődést meg fogják hálálni. Úgyhogy a ráncos levelek azok szépen fognak simulni. Az az igazság, hogy egy kicsit túl sok napot kaptak és ezért kezdtek el, vagy kezdenek el egy picit sárgulni a levelek és a gyökerek is egy kicsit szárazabbak, mint kellene. Tehát arra vigyázzatok, hogy ti legalább ne kövessétek el ezt a hibát a jövőben, hogy nap semmiképp ne érje a gyökereket és magát a növényse. Mi sajnos nem itt tartottuk, ahol most vannak, és nem figyeltem oda rájuk eléggé, ezért kerültek egy picit rosszabb állapotba, mint kellene. De mint itt látjátok, itt is van egy hatalmas új gyökér, úgyhogy szerintem a növényeknek maguknak baja nem szabad, hogy legyen hosszú távon, viszont a mostani állapotban számolni kell azzal, hogy nem ezek a legszebb növények most a piacon. Viszont jövőre ismét szépek jönnek, és ha ezekből most méltányos áron vásároltok, akkor jövőre ezekből a növényekből is nagyon szépek lesznek.